Egy csatorna, ahol bepillantást nyerhetsz az esküvők világába, a szervezéstől a levezénylésig. Az egyik legkedveltebb és legtapasztaltabb régi motorossal, akarom mondani esküvőszervező, ceremóniamester, szertartásvezetővel, Herendi Gáborral. Egy csatorna, ahol mindent megtudhatsz az esküvőkről, ötleteket meríthetsz és interjúkat hallgathatsz tapasztalt esküvői szolgáltatókkal, valamint bemutatjuk nektek a legújabb magyarországi esküvői helyszíneket is. Nézzetek bennünket a legjobb és legfrissebb esküvős tartalmakért. Mi veletek vagyunk. Esküvő TV Herendi Gáborral. Együttműködő partner Visual Euro Production. Tökéletes képminőség, hangzás és látvány életetek legszebb napján. Sziasztok! Nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket az Esküvő TV Herendi Gáborral című internetes tévéműsorunk újabb adásában, innen a csodás Industrial Eventsből. Együttműködő partnerünk a Visual Euro Production, én pedig Herendi Gábor esküvő rendező vagyok, ugyanis én nem filmeket, hanem esküvőket rendezek. Jó buli és táncoló násznép nélkül elképzelhetetlen egy esküvő, ezért mai műsorunkban DJ kollégákat hívtunk meg beszélgetőtársnak. Név szerint Eckler Sándor lemezlovast, aki egyben az Eckler Wedding and Event Crew alapítója és tulajdonosa, Pál Márton lemezlovast, event designert és rendezvény technikai kivitelezőt, illetve Vajas Gergő, budapesti rezidens DJ-t, a Best Event DJ kreatív rendezvény szervezőjét. Sziasztok! Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Ahogy így végignézek rajtatok, úgy tűnik, hogy a kék az valamilyen korporát szín a DJ-k világában? Ezt talán jól áll mindenkinek. Mindenki slant. Fontos, hogy megnyugodjunk. DJ vagy zenekar szerintem egy feloldhatatlan kérdés a párok fejében. Mégis, Sanyi, mik azok a szempontok, azok a párok, akik esküvőjükre készülnek, és ez a kérdés foglalkoztatja őket, milyen szempontok alapján döntsék el? Örök kérdés, én úgy gondolom. Elsősorban a párnak mindig a saját ízlésvilágát kell előtérbe helyezni, saját magukat kell ismerni, hogy ők mit képzelnek el, hogy képzelnek el egy esküvőt. Aztán lesz ott egy csomó vendég, akiket meghívnak, szeretnék, hogy jól érezzék magukat. Mindenképpen arra kell törekedni, hogy felderítsék a terepet előre, hogy itt most zenekarra lesz szükség, vagy DJ-re lesz szükség, élő zenekar, sok zene kell, kevés zene kell, réteg zene kell. Ez nagyon összetett kérdés. Bárki hozzátehet közben bármit, ami eszébe jut, ha valami ki... Fontos az is, hogy tudják, hogy lehet együtt a kettőt is kombinálni. Tehát nem feltétlenül egy vagy-vagy kérdés az, hogy DJ-nek kell lenni, vagy zenekarnak kell lenni, hanem lehet ezt a kettőt ötvözni, és nyilván vannak speciálisan olyan autentikus zenekarok, akik mondjuk jól mutatnak egy esküvőn, és mellette persze lehet azt is, hogy egy DJ lejátsza azokat a kedvenc dalokat, amikre a pár vagy a násznép tud mulatni. Uh-huh. Hogy így a modern dolgokból is valamit egy kicsit behozzak, rá tudnék kontrázni. Lehet live act produkció is, tehát ugye amikor a DJ mellé becsatlakozik egy hangszeres előadó művész vagy egy zenész. Tehát megjelenik az élő zene is van, a DJ mellett. Ez is egy érdekes megközelítés. Még egy dolog eszembe jut esküvőrendezőként, hát a helyszín, hogy egyáltalán mekkora hely jut a DJ-nek vagy éppen kérdés. A zenekarnak. Nyilván, hogyha felmerül az a kérdés, hogy lesz zenekar, akkor aznak már elégnek kell lenni DJ számára. Igen. Szuper, de mondjuk maradjunk abban, hogy a pár úgy döntött, hogy DJ. Akkor Marci, abban segíts légy szíves, hogy miben különbözik egy esküvői DJ egy klub DJ-től? Teljesen más a koncepció. Uh-huh. Ugye egy klubba az emberek azért mennek el, mert szeretnének egy adott zenei stílust, vagy egy adott lemezlóst meghallgatni. Tehát ott tudják azt, hogy egyfajta közönség fog érkezni. Nagy valószínűséggel. Nyilván, hogyha van különböző termek egy klubon belül, akkor ott lehet szétosztani azt, hogy milyen zenei stílusok szólalnak meg, de alapvetően egy klub DJ egy este folyamán egyfajta stílust fog játszani egy helyszínen. Uh-huh. Ugye egy esküvőn teljesen más a koncepció, mert teljesen, tehát nagyon-nagyon széles az a közönség életkorban, zenei stílus igényben, akiket le kell fedni. Nyilván jönnek kérdés vagy kérések a pár részéről, illetve a násznép részéről, és ezeket azonnal ki kell tudni szolgálni. Tehát egy esküvői DJ-nek sokkal rugalmasabbnak kell lenni itt. És egyébként nagyon nagy különbség van, tehát az, hogy van esküvői DJ és esküvői DJ között is különbség, tehát ezért is, itt is azért lehet különbséget tenni, hogy ki mennyire rugalmas, mennyire sokszínű az a produkció, amit nyújt. Így esküvőrendezőként azért, hogy látom, hogy
néha nehéz dolgotok van, mert benne vagy egy ívben, hogy felépítesz most éppen egy zenei irányzatból egy ívet, és akkor jönnek a kérdések, ami annyira nem illik oda, és akkor ilyenkor ezt lejegyzettelitek, hogy majd azért később... Ezt elpakolgatjuk nyilván. Elpakolgatjátok, aztán persze. Amikor úgy alakul, beszúrjátok. De van az is, hogy nem feltétlenül függ attól, hogy mondjuk adott stílusban nem passzol, lehet, hogy érzésben, vagy dinamikában, vagy egész egyszerűen hangulatában passzolhat egy rockzene egy sirendalhoz is, és hogyha rákevered, akkor, és még jól is csinálod, akkor azt tudja továbbvinni a bulit. Aha. Én egy kicsit hozzátennék még. Persze. Ha Sanyi megengedi. Tehát szerintem ami alapvető különbség, és ezt figyelembe kell venni a DJ. Rezidens DJ vagy. Így van, próbálok hitelesen nyilatkozni erről. Tehát nagyon fontos az, hogy egy DJ azt tudatosítsa önmagában, hogy nem szettet megy játszani egy esküvőre. De nyilván ugye mondta a Marci is, hogy az nagyon fontos a rugalmasság, meg ugye az alázat. Ez alázat kérdése is, hogy egyáltalán egy klub DJ mondjuk elvállal-e, vagy elvállalhat-e esküvőt, nyilván a megfelelő hozzáállással igen, de azt figyelembe kell venni, hogy ott nem úgy van, hogy felépít egy szettet egy esküvőn. Nyilván, igen, az vendégeknek vannak kéréseik, jönnek programzenék, happeningek, torta bejön. Tehát ezt ráadásul sokkal hosszabb a szettidő, úgymond, ha lehet ezt szettidőnek nevezni, ez majdnem, hogy egy egész napos szolgáltatás. Tehát egy sztár DJ eljön egy órát fellép, aztán megy így tovább, van. Ugye? Itt így meg van. Ezért 6-8-10 óra, mikor meddig. Ez így van. Szuper, beszéltünk már finoman a zenei repertoárról, de mégis egy zenei repertoár egy esküvőn az egy nagyon összetett dolog, és itt most nem csak arra gondolok, hogy a buli alatt milyen zenei stílusokat játszotok, hanem hogy igazán a ti szolgáltatásotok hány zenei repertoárból áll, lesz össze. Van itt a vendégvárás, aztán a polgári szertartás, aztán a vacsora várakozó zene, aztán a vacsora, a buli, a nyitótánc, a megint buli, mennyasszonytánc, vonatozás, van itt minden. Hogy erről egy picit mesélj, Gergő. Aztán majd a többiek is kiegészíthetik. Vagy még Sani szeretné valamit az előző? Ezzel kapcsolatban, jó. Nem okay. Mondja csak Gergő nyugodtan. Most akkor szabad ne feled. Ez egy nagyon összetett és sarkalatos kérdés egyébként. Én a párjaimnak, meg bizonyimnak azt szoktam javasolni, hogy jellegében szerintem érdemes három fő kategóriát elkülöníteni. Ilyen fogockodónak, ez tök jó lehet egy mankónak. Vannak az úgynevezett háttér zenék, vagy aláfestő zenék, ennek is megvan a funkciója és helye egy esküvőn vagy egy rendezvényen. Vannak az úgynevezett programzenék, én legalábbis ezeket így hívom, és hát vannak a bulin megszólaló buli, vagy parti zenék. Tehát ugye az aláfestő zenék, háttérzenék dominánsan inkább a délutáni órákban, illetve a vacsora alatt a megfelelő hangerőn, a megfelelő tempón, ami mellett lehet beszélgetni, nem zavaró még, és kellemesen lágy, de annyira nem lágy, hogy elaludjanak a vendégek. Tehát ez az aláfestő zene, akár a szertartás alatt is szokott ilyen lenni. Ugye a programzenék, azok a fontosabb momentumoknál jönnek be, ez lehet a nyitótánc, a torta, ugye a szertartásnak a különböző részleteiben. Bevonulás, gyűrűhúzás, szülőköszöntés. Igen. Én azt gondolom, hogy főleg a programzenéknél domináns az, hogy a párnak milyen az ízlése, és ott jön ki igazán az a tény, hogy ez az ő nagynapjuk, mert ez az ő privilégiumok, hogy kiválasszák ezeket a fontos dalokat. Mondjuk pont a nyitótáncnál. És hát ugye van az esti buli blokk, vagy több buli blokk, ahol érdemes egy picit a DJ tapasztalataira is hagyatkozni, mert hát azért ugye itt profi DJ-k, kollégák is vannak, és mindannyian nagyon sok rendezvényen túl vagyunk, és tudjuk, hogy mik azok a bevált zenék. De szerintem a legfontosabb mind fölött két sztereotípiát eloszlatni, negatív sztereotípiát, hogy az egyik, hogy ez nem úgy működik, hogy a pár összeér, és akkor csak az megy forgatókönyv szerint, de a ló másik oldalára sem szabad átesni, hogy a DJ azt játszik, amit akar. Uh-huh. Ez egy közös munka, a zenei program terv összeállítása. Uh-huh. Én ezt gondolom. Sanyi, szerettél volna az elején, ha nem mondott el mindent, Gergő? Nagyjából elmondta a lényeget. Egyébként több ezer zene az, aminek ott kell lenni, miből gazdálkodni tudunk. Én úgy szoktam segítséget nyújtani a pároknak, legalábbis nálunk ez a felállás, hogy a háttérzenei rész az, amivel nagyjából mi szoktunk foglalkozni. Erre ne is legyen energiájuk, ne kelljen vele foglalkozni, segítünk, amiben tudunk. A momentum zenék azok, amit illik neki kiválasztani, hisz, ahogy Gergő mondta, az ő esküvőjük, attól lesz a sajátjuk. Ő stílusuk, stb. A buli része az pedig már egy kicsit összefügg szerintem az előző kérdéssel, hogy én azt gondolom, hogy
egy esküvő soha nem lesz diszkó. Tehát ezt mindig le kell fektetni a párokkal, hogy ott, tehát egy esküvő max azok a hajnali órák lesznek azok, ahol a rétegzene várható, de egy esküvőt körülbelül úgy kell elképzelni, hogy bármelyik rádiót hallgatnák. Sláger minden mennyiségbe, ezek azok a zenék, amire 5 évestől 90 évesig nagyjából borítékolt, hogy mindenki fel fog állni és táncolni fog. Marci, elhangzott minden? Nagyjából elhangzott. Egy hirtelen egy kérdés jutott eszembe. Hány dal hangzik el egy esküvőn? Most egy átlag esküvőn 9-kor indul a buli, és mondjuk 3-ig tart. 300? 200? 150-200. 150-200. Így az eddigi tapasztalatok alapján ebből a 150-200 számból hány, ami mindig elhangzik? 80%? 100? Tehát 70-80%-a? Nyilván, tehát itt attól függ, hogy melyre kell személyre szabni a bulit. Igen. Tehát az, hogy, most hogy, egy átlagos hogy, esküvő, amikor nem annyira személyre szabottabb, akkor ez egy visszatérő igen, mondjuk szám, egy ilyen, ugye? Szerintem 70% nagyjából lehet az, hogy ugyanazok a dalok, de nem ugyanott, de ugyanazok. Függ attól ugye, hogy mi a közönség, vagy kik a közönség. Persze, meg úgy is érzitek, hogy mi nemzetközi esküvő, tehát nyilván nem szólnak magyar dalok, vagy nagyon kevés. Persze. Tehát ott azért szuper. Változatos. Na, akkor a pár eldöntött, hogy DJ-ben gondolkodik. Sanyi, mégis hogy kell elképzelni egy párnak, akik az esküvőkre készültek, soha nem csináltak egy ilyet, egy közös munkát a DJ-kkel. Hogy kell elképzelni egy jegyes párnak? Hát mindenképpen a kezdetektől egészen a végéig. Tehát ezt én úgy próbálom megfogalmazni, hogy rendelkezésük ránunk folyamatosan, kérnek egy ajánlatot, jön egy e-mail, egy telefon, egy bármi, megbeszélünk egy találkozót, találkozunk, szimpatikusak vagyunk egymásnak, szerződést írunk, és akkor onnantól kezdve mi folyamatosan rendelkezésükre állunk, bármiben segítünk nekik. Én nagyon szívesen felajánlom a pároknak azt is, hogy akár a nyitótáncot elkészítem nekik különböző zenevágásokkal, stb. Elmegyek velük mindenképpen mindig közös helyszínbejárásra, felmérjük a terepet, felmérjük az igényeket, megbeszéljük a zenéket. Az egész esküvőnek a menete folyamatos egyeztetés alatt van az utolsó pillanatig. Én például a technikai részt is azt szoktam kérni mindig a pároktól, hogy ezt rájönnek az utolsó utáni pillanatba leadni. Nyilván van egy anyagi vonzata, hogy ők tudják azt, hogy mire számoljanak, mekkora technikát rendelnek, meg stb. De az, hogy a végleges döntés, gondolok itt arra, hogy a baráti társaság kitalálja az utolsó pillanatban, nekik kell egy vetítéstechnika. Az utolsó utáni pillanatban rájönnek szólni nekünk arról, hogy mi az, ami véglegesen nekik a rendelkezésükre kell, hogy álljon. Igen, csak az jut még eszembe, hogy ti nem adtok mondjuk ételt, amit meg lehet kóstolni, nem vagytok zenekar, akik próbálnak, és el lehet menni a próbájukra. Hogy tudja eldönteni egy pár, amikor leültök beszélgetni az első találkozón, hogy ti vagytok a megfelelő ember? Nyilván korábbi referenciák alapján, mármint visszajelzések alapján, amit a párok mondtak, ugye nagyon divatosak ezek a csevegők, ott megbeszélik egymással, hogy az adott lemezlovasról mit lehet tudni. Szerintem azért mindenkit itt lecsekolnak, és ami a legfontosabb, az a személyes tapasztalat, vagy online tapasztalat, nyilván most ezt. Online kémia van, nem? Online kémia, de én azt gondolom, hogy hogyha tudtok együtt nevetni, hogyha érzik azt, hogy ők biztonságban vannak, és a rendezvény az úgy fog megvalósulni, ahogy ők azt tervezik, akkor az ott már az már szerintem egy részletkérdés, hogy fogod összekeverni azokat a dalokat, és hogy mik fognak megszólalni. Tehát nem ez mindig kb. A legutolsó momentum az egészben, hogy mik azok a dalok, amik meg fognak majd szólalni az esküvőn. Sanyi már említette, hogy egy utolsó utáni pillanatban technika a vetítéshez. Ti nem csak DJ-k vagytok, ti rengeteg mást adtok még a DJ pultatokon túl egy esküvőhöz. Mik ezek a technikai eszközök? Miben kérheti még a pár a segítségeteket, Marc? Tehát ugye nálunk az alapkoncepció az úgy néz ki, hogy mi egy komplett élménycsomagot adunk, ami technikára vonatkozik. Ugye ez kell egy jó minőségű hangrendszer, kell jó minőségű fénytechnika, kell egy jó személyzet, aki ezt tudja kezelni. Emellett megvalósítunk olyan dolgokat is, amik teljesen egyediek, építünk színpadokat, különböző tereket hozunk létre azért, hogy egy olyan esküvő szülessen meg, amire vágynak, amit ők elképzeltek. Tehát nálunk például mindig úgy zajlik, hogy én kérek tőlük Pinterest képeket, amiket küldjenek el, és mutassák meg, hogy ők hogyan képzelik el a saját esküvőket. Mit álmodtak meg? Nyilván ilyenkor jönnek az arab esküvők, és akkor mondom, hogy ez $1 milliárd volt. Akkor picit más irányba indulunk el, de ettől függetlenül... Átváltjuk forintra, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy lássam, hogy ők mire vágynak, és hogy azt én el fogom tudni nekik mondani, hogy azt hogyan tudjuk megvalósítani.
Az ő dolguk, hogy megéljék a nagy napot. A miénk pedig az, hogy biztosítsunk nekik mindent ehhez. Ha kell egy szertartásnál vagyunk ott, ha kell egy vetítés technikánál vagyunk ott, ha kell egy komoly színpad technikánál vagyunk ott. A lényeg mindig az, hogy a párok soha ne érezzék azt, hogy ez nekünk bármiféle fejtődést okoz, mert egyrészt nem is fog, másrészt pedig azért találták ki a nagynapjukat, hogy az tényleg a nagynap legyen, nekik meg kell élni, nekünk meg kell csinálni. Sőt, érdemes egyébként a DJ-knek, technikusoknak, szakembereknek a tipjeit meghallgatni a pároknak. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy mondjuk a ködgép azt hozzá tud tenni a hangulathoz, és javasoljuk, ugye akár itt száraz égeffekt, vagy hogy mi a különbség a robotlámpa, meg a sima ledes fényhíd között, akkor érdemes meghallgatni, vagy akár a szertartásnál ugye egy buborékgép. Tehát azt gondolom, hogy ilyen színesítésképpen egyébként fel lehet hívni a figyelmüket arra, mert lehet, hogy olyan effektust is láthatnak, vagy megismerhetnek, ami lehet, hogy eszükbe se jutott, de úgy megtetszene nekik, és lehet, hogy emelni a fényét. De hát azért technikai, ez rengeteg információ a pároktól, nem elvárható, hogy mindenhez értsenek, mindent értsenek, amiről beszéltek. Jobban szerettek szervezőkkel dolgozni, mert ők azért úgy megágyaznak, vagy azért átmegy az info a pároknak is? Más jellegű esküvők jönnek szervezőkön keresztül nyilván, tehát hogy ott ők segítenek abban, hogy az igényt felkeltsék egy adott szolgáltatásra, de tényleg, tehát hogy mi a vendégérkezéstől kezdve a buli utolsó momentumáig a technikai hátteret biztosítjuk, tehát mind hangban, mind fényben, látványban. Tehát nálam elengedhetetlen például a tükörgöm, tehát hogy én ez nagy fánja vagyok, és ezek mindig vannak. Egy érdekes kérdés, csak így beugrott, én azért kicsit idősebb vagyok nálatok. Beszéltek ti DJ-skedés közben? Sali nem? Marci, te sem? Gergő? Ha úgy adja a helyzet, de nem feltétlenül. Igen, már nem. Ugye az valahogy kikopott. Régen többet beszéltek a DJ-skedésről. A technika most már alkalmas arra, hogy összekeverjük a dalokat, tehát hogy nem kell egy átvezető konfot nyomni. Ja, hogy ez ezért volt, ez így végig volt. Vannak ceremónia, aha, értem, de jó. Ne legyen két kakas egy dombon, én ezt szoktam mondani. Aha. Tehát, hogyha van egy szuper ceremóniamesterünk, aki mondjuk egy domináns személyiség, az ő hangját megszokta a násznép a délután folyamán, hogy ő koordinál. Én nem szeretek bemondani ilyenkor koordináció vagy program pontokat érintő dolgokat, mert nem is csak így gondoltam, mert két dal között. A következő dalt most János küldi az ifjú párnak. Ott a Cool and the Gang és a bármelyik funky zenekar följátszott egy dalt. Nyilván különböző állapotban voltak, amikor ez elkészült. Ott megy a ritmus össze-vissza, illetve a tempó. Ott azt nehéz volt régebben összekeverni. Értem. Most már azért könnyebb. Jó, lehet, hogy kényes téma, ha nem szeretnétek, nem is kell, hogy válaszoljatok, de szerintem azért beszélgessünk róla, ez pedig a díjazás, hogy igazán mit is takar a díjazásotok? Most már beszélgettünk technikáról, hogy milyen sokat voltok ott egy esküvőn, de mégis valahogy, ha be lehetne lőni, hogy milyen díjazásra számíthatnak körülbelül egy tolig a párok, és hogy az mégis mit takar. Picit beszélgessünk róla. Gergő, engem illet ez a nagyon megtisztelő kérdés. Hát igen, ez egy sarkalatos, igencsak sarkalatos téma. Ugye ezen áll vagy bukik minden, hogy együtt tudunk-e dolgozni bizonyos párokkal. Míg mielőtt belekeznék bármibe is, két dolgot szeretnék az elején tisztázni. Egyébként számokat nem szeretnék mondani, nem baj, ne sértsem senki érdekeit. Nem, semmi gond. Azért mondom, csak nagyságrendileg, valahogy a témát érintsük, mert a párokat biztos érdekli. Én azt gondolom, hogy ha én egy érdeklődő vőlegény lennék és árajánlatot kérnék, két dolgot kellene figyelembe vennem. Az egyik az, hogy a csomagban mi van benne, tehát hogy mit ígér, és milyen áron, tehát hogy mit tartalmaz. Nyilván ez eltérő lehet. A legtöbb DJ-nél, csapatnál, formációnál mindig van egy alapcsomag, ami nem tudom, egy alap ár, és abban benne vannak az alapvető technikai eszközök, ami mondjuk egy helyszín hangosítására alkalmas, és esetleg a szertartás nincs benne, vagy egy zenekar hangosítása. Lehet, hogy egy másik szolgáltatónál ugyanannyira ez benne van. Tehát ez komplexitásába kell nézni, hogy mit kínál valaki egy csomagban, és nyilván utána kell mérlegelni, hogy ez belefér. Nyilván fontos az, hogy milyen büdzsét szánok a zenére, tehát ez már alapból egy vízválasztó lehet, hogy meghúzom a határt én, mint mondjuk vőlegény.
Amit a DJ-k részéről, vagy csapatok részéről hozzátennék, hogy vannak nagyon szuper DJ-k, nagyon jó technikával rendelkező DJ-k, nagyon jó marketinggel rendelkező DJ-k, és nagyon jó zenészek is vannak, de nem mindenki tud emellett jó üzletember is lenni. Ezzel arra akarok rámutatni, hogy az árképzés a mai napig talán az egyik legnehezebb feladat. Hogy piacképes árat mondjunk, olyan árat, amit fel tudunk vállalni, hogy nem mentünk színvonal alá. Ez mindig egy nagyon nehéz kérdés. Mindenki döntse el maga, én azt gondolom. Döntse mindenki maga, hogy ki mennyit ér. Én azt gondolom, hogy picit itt is egy pici összefonódást érzek az előbbi kérdéssel, hogy a párok fejével gondolkodva nekünk egy olyan technikát kell biztosítani, ő hiába nem ért hozzá, de mi azt tudjuk, hogy ez egy professzionális technika. Ennek a professzionális technikának pedig megvan a díja. Mindenképpen a minőséget mindenképpen meg kell fizetni, az embernek saját magának kell tisztába lenni, hogy ő mennyit ér meg, mennyit fektetett bele ebbe az egészbe, aztán ennek függvényében. Tehát, hogy mindenképpen én azt gondolom, hogy mindenképpen mi legalábbis fix árakon dolgozunk, és alkunak helye ez egészen biztos, hogy nincsen. Tehát, hogyha ennyiért kell a szolgáltatásunk, akkor teljes válszélességgel mindenben segítjük őket, hanem akkor megköszönjük szépen, de egy jót beszélgettünk. Itt súlyos százezrekről beszélünk technikában, ezeket tárolni kell, nektek le kell azt oda szállítani, teherautó, annak is költsége van, azt fenntartani. Nem a maguk az eszközök, a személyzet, tehát hogy nyilván... Ezek mind mögötte vannak a díjazás mögött, nem csak az egy hétvége, az a pár óra, hanem itt egy egész éves könyvelő céget fent. Na mindegy, mondjad már. Beszélgettünk itt a srácokkal, hogy mennyit megyünk adott esetben egy évben, főleg, hogyha az a szezon az össze van nyomva két hónapra, és nyilván nem tudod mindig ugyanazokkal az emberekkel végigcsinálni a négy napot egyben. Persze. Meg te sem bírod saját magad, tehát kell egy sofőr, kell egy autó, kell, aki megépíti azt a technikát. Nyilván ez mind pénzbe kerül, és ezt valahol az ügyfelünknek kell kifizetni, és bocsánat, csak egy gondolat még, hogy azt szoktam mondani, hogy nem az a drága, ami sokba kerül, hanem az, ami nem működik. És hogy ezt kell nagyon szem előtt tartani minden szolgáltatónál szerintem. Tehát, hogyha valaki oda megy, és azon az egy adott napon kell megvalósítani egy produkciót, és a párnak ez életének egyik legfontosabb napja, akkor ott tényleg egy olyan szolgáltatást kell tudni nyújtani, ami működik. Tehát, hogy nekem nem egy 300 ezer forintos mikrofont kell odavinni, hanem két darab 300 ezer forintos mikrofont kell odavinni, hogy biztosan működjön, meg biztosan ott legyen. Plusz az egyeztetés, amiről ugye már korábban beszélgettünk, tehát mi rengeteg időt és energiát fektetünk a kuncsaftokba, párokba, megbízókba. Tehát nagyon fontos, hogy ezt nem abba kell mérni, hogy ez a DJ ennyibe kerül, és akkor oda jön felrak néhány zenét, vagy játszik pár órát, hanem komplexitásában. Technikai egyeztetés részét is nézni kell, és hát persze nyilván úgymond a fellépés részét is, tehát az esti bulira gondolok, ami már érdemben ugye a DJ-nek a fő feladata, a szórakoztatás. Hármunk dolgáról tudnék egy picit csak hozzátenni még ezt, hogy igazából én azt gondolom, hogy ez az ár, ez összefügg azzal is, hogy produktum kell a háttérben mindenképpen. Mind a hármunknak úgy gondolom, most mi ülünk itt, tehát magunkról fogok beszélni, mind a hármunknak van akkora neve talán már a szakmába, hogy ezt az ember azt mondja, hogy ennyibe kerül, azt tudják, hogy azért kerül annyiba, mert te vagy az XY. Nagyon fontos az, hogy összekeverem a zenét, nézem a táncteret, stb. De az esküvő nem miattam fog egyedül úgy felépülni. Hát mindenképpen vannak a háttérben ródosok, vannak technikusok, kell egy komoly fénytechnika, azt irányítja egy komoly fénytechnikus. A jó fénytechnika az fél jó buli. Egy jó fénytechnikus nem fog 3000 forintért kijönni a családja, a feleségem elő, stb. Tehát ezek mind hozzátartoznak az árhoz, hogy egy globálisan, egy maximális, professzionális esküvő összeálljon, úgyhogy mindenki igényét kiszolgálja. Itt tavaly volt egy esküvőm szeptemberben, egy DJ volt ugye a zenefelelős, és volt egy fénytechnikus mellette, és van a Bruno Marsnak az a száma, amikor az van, hogy stop! És képzeld el, lehúzta mindent, mindenki mindent lehúzott, a fényt, a hangot, és 10 másodpercig kitartották. És ezt nem hiszem, elment az áram. És utána újra beindították, esküszöm, most is kiráz a hideg. Hát annyira akkora hatása volt, de mindenki ledermett. Mindenki nézett rám, hát tudod, mikrofonnal a kezdetben, vagy nem hiszem, most kiabáljak, mit csináljak. És ez nagyon fontos, amit mondasz, bocsánat, hogy az is egy nagyon komoly dolog, hogy a fénytechnikus és a DJ egy összeszokott banda, és tudja, hogy ebben a dalban ezt el fogjuk játszani, és hagyjuk, hogy a ceremóniamestert leverje a víz, és akkor...
Utánatoltás. Együtt jön be a tapasztalat, hogy mit és tudjuk, hogy ez működik. Persze. Igen, tehát igen, mi tudjuk, hogy ez ütni és fog. Működik. Most már nagyon sokan fogják tudni, hogy ez működik. Nem baj. Hát ez egyfajta edukáció, nem csak a párokat. Persze. Legtöbb technikus egyébként zenei múlttal rendelkezik, szóval, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Nem jött el a fénytechnikus és a hangos beültetted, és igen. Ha esküvő szervezővel dolgoztok, akkor valószínű ez a kérdés, amit felteszek, annyira nem ül, mert ő segít mindenféle kommunikációban, de beszélgessünk egy picit a kollégákkal való együttműködéssel. Tehát, hogy együttműködésről. Tehát, hogy zajlik, kikkel vagytok kapcsolatban, mire kell figyelni, ugye az elején az anyakönyvvezetővel, nem tudom, hogy miről kell beszélnetek, aztán utána a fotóssal, mert jön a gratulációs, és aztán a cateringgel, kikkel, miként vagytok kapcsolatban egy esküvő? Szerintem egy font, hogyha nincs szervező, akkor remélhetőleg van egy ceremóniamester. Aha. Tehát azokon az esküvőkön, ahova én megyek, ott 98%-ban van ceremóniamester. És nyilván a legfontosabb, akkor ő valamilyen szempontból felveszi az esküvő szervező, vagy a koordinátor átfedést szerepét, és az első egyeztetés az vele történik. Tehát nekünk szükségünk van egy részletes forgatókönyvre, mikorra kell érkezni, mikorra tudunk menni, építeni, mennyi időt vesz igénybe az építés, a bontás, tehát hogy ezeket a dolgokat megbeszélni, ő ezt kommunikálja a helyszín felé. Ott a helyszínen nyilván szükségünk van arra, hogy az anyakönyvvezetővel csináljunk egy soundchecket, és akkor így haladunk tovább az estében. Én azt gondolom, hogy minél jobban bevonják a DJ-t, ez nyilván annál jobb. Tehát azért, hogyha tudunk minden részletet, akkor pont visszacsatolva mondjuk az előző effektusra, tehát akkor tudunk alkalmazkodni, tudjuk, hogy mikor mi fog következni, és ott mivel lehet egy kicsit csavarni a dolgon, vagy mire kell esetleg ügyelni. Pont az ilyen mennyasszonyrablásoknál, vagy ilyen légből kapott játékoknál, vagy spontán dolgoknál jó, hogyha a szolgáltatói csapat ezt leegyezteti egymás közt, hogy ők nem tudják, de készüljük, hogy 3 perc múlva jön a torta, és akkor már készítjük a zenét. Hát sajnos közeledünk a műsorig. Maradt, Marci? Hát még egy dolog, tehát hogy nálunk, nekem egyébként még fontos az is például a dekorációval kapcsolatban, hogy tényleg meg tudjuk azt valósítani, vagy meg tudjuk azt mutatni, amit egy dekor elképzelt. Igen, tehát ugye, mert maga egy helyszín, egy dekoráció, az működik nappal, este nem működik, tehát hogy, és az esküvőknek nagy része, amikor bent vagyok mondjuk egy teremben, a vacsora helyszínen, a bulinál, az már este 7 óta után történik, ott nagyon fontos az, hogy tényleg megálmodtak egy gyönyörű virágkompozíciót az asztalra, vagy egy faldíszt, egy bármit, hogy az meg van mutatva, vagy nincs, az rajtunk múlik. Ehhez viszont, amit a Marci mond, nagyon-nagyon a professzionális szakemberekre van szükség. Én vakon bízom benne mindig, hogy ilyen esküvővel csöppenünk, nekünk a szerződésünk úgy van megírva, hogy majd azzal kezdődik az időpontoknál, hogy menetrendhez igazodva. Mert bízom benne, hogy olyan szervező, vagy olyan ceremóniamester van, aki kezébe veszi az egész dolgot, ahogy Marci is mondta. Akkor bukik a dolog, hogyha nem így van, de azért vagyunk professzionális szakemberek, hogy segítsük egymást. Ahol még a fényt nagyon szeretem, ha segítetek a fotós munkájában, az éjszakai szertartás most is egyre divatosabb, igen. És mindig mondom a pároknak, hogy az nagyon romantikus, hogy gyertyalág van, meg fákja, meg csillagszóró. Csak ott az a helyszínen. De ott a helyszín, legalább ahol az esketés történik, azt valahogy erősítsük meg fényjel, mert nem fogjuk tudni jól visszanézni. Na hát akkor utolsó kérdésként mindenki felé. Sztorizgassunk, bármilyen élmény, akár a tavalyi évről, ami egy kicsit nehéz év volt, vagy az idei év nehéz lesz. Tanulságuk a pároknak, bármilyen érdekes, kedves, jópofa sztori, akár nehéz történet, ami tanulságként szolgálhat a esküvőkre készülő pároknak. Én mindenképpen azt mondom mindenki, hogy tartson ki, nem kell megijedni semmitől, bármikor is kezdjük az esküvőket, egészen biztos vagyok benne, hogy tavalyi évből okulva óriási bulikat fogunk együtt csapni, ez egészen biztos. Nekem most csak egy ilyen jó tanács jutott eszembe, hogy mitől fog működni. Hallgatlak. Egy esküvő. Mehet. Tényleg azt gondolom, hogy jó kollégák, tehát olyan komoly szakmai tapasztalattal rendelkező kollégák vagyunk itt, és nagyon sok ilyen kolléga van még kint a piacon. Mindenki szerintem egyetért ebben, hogy egy buli, tehát hogy mi lehetünk a legjobbak a világon, hogyha a pár nincs ott, nem vesz részt a buliban, akkor nem lesz buli. Viszont ezt el kell dönteniük előre, hogy ők mit szeretnének. Tehát, hogyha ők egy olyan rendezvényt képzelnek el, ahol jól érzik magukat, de állnak a bárpultnál, és ott beszélgetnek, italoznak, akkor fogunk egy jó háttérzenét biztosítani ehhez.
nekik, hogyha ők bulizni szeretnének, akkor legyenek ott a parketten, mert a vendégek azok miattuk jönnek oda, és miattuk lesz. Tökéletes, hogy ezt mondott, 13 éve üzem az esküvő rendezést, jó, a ceremóniamester tevékenységét, és az legelején 12 éve emlékszem volt egy párom, lánc dohányos, mind a kettő, és az egyik első esküvőm volt, és nyitótánc, ott még ott tele volt a táncparkett, teljesen kiürült, és kint vagózott a 80 násznépből 73, három megült, kettő meg ott lötyögött a táncparketten, és azt hittem, hogy én egy katasztrofális ceremóniamester vagyok, mert nem tudok bulit csinálni. Ez mert velünk is előfordult. Kirohantam a párhoz, és azt mondta, Gábor, ez itt minden oké, nyugi. Soha nem volt még ilyen jó bulit. Teljesen fel. Na, akkor megnyugodtam. Gergő, nem is tudom, jó tanácsot kellene mondanom. Én annyit tudnék hozzáfűzni, és lehet, hogy már említettem, hogy egy közös munkára készüljenek a DJ-vel, tehát így is tekintsenek erre egy együttműködésre, hogy csináljuk meg együtt azt a playlistet, és hogy azért adják meg azt a fajta szabad kezet is a szakembereknek, hogy mi is rugalmasan tudjunk, és nem feszélyezve hozzáállni ez a munkához. És egyébként azt gondolom, hogy nagyon sok hasznos tanáccsal hozzá tudunk járulni, azon felül is, mint amit ők elképzeltek, tehát hogy legyenek nyitottak a párok, és engedjék, hogy színesítsük, akár zeneileg, akár egyéb technikai felszereléssel. Szuper, hát nagyon szépen köszönöm, beszélgethetném még szerintem órákig, de egyelőre most ennyire volt idő, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Ennyi fért bele mai adásunkba, de ha tetszett, kövessetek minket Facebook és Instagram oldalainkon, illetve a YouTube csatornánkon, ahol az összes korábbi adást is visszanézhetitek, illetve hamarosan jövünk további új részekkel, tartalmas beszélgetésekkel, kiváló szolgáltatókkal az esküvők világából, és mindezt tesszük értetek, kedves egyes párok, mert mi veletek vagyunk. Sziasztok!